A Jászsági Harcművészeti Akadémia és a Magyar Sportjitsu Szakszövetség immár harmadik alkalommal rendezte meg a Jász Viadalt március 18-án. A sportrendezvényen 20 egyesület 130 karatékája adta le nevezését. Köztük a rendező Jászsági Harcművészeti Akadémia sportolói is, akik nagyon jól szerepeltek a viadalon. A szokásostól eltérően ezúttal a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Gimnázium új játékcsarnoka adott otthont a Jász Viadalnak, amit dr. Gulyás Richárd, a Magyar Sport Jiu-Jitsu Szakszövetség elnöke nyitott meg. A sportrendezvény kelet-magyarországi rangsorverseny is volt egyben. Ennek az a jelentősége, hogy csak az indulhat a magyar bajnokságon, aki kellő ranglista ponttal rendelkezik. Tehát nem lehet közvetlenül benevezni a magyar bajnokságra. Erre azért van szükség, mert a versenyzőnek gyakorlat kell, meg kell szerezni valahol a versenyrutint, hiszen a nemzetközi versenyekre való kilépés csak így lehetséges. A biadalon azt a három versenyszámot is beiktatták, amelyben a nemzetközi mezőnyben is indulhatnak a szövetség versenyzői. Ezek közül az egyik a Fighting System, ami álló küzdelemben induló földharc, ismert ebbe a versenyzők körében. Viszont a duo systemet, azaz a páros technikai bemutatót nagyon nehéz megtanulni. Ez egy nagyon összetett mozgás, és tulajdonképpen ezt minél kisebb korban kezdjük el, annál jobb lesz. Azoknál lehet látni a változást, akik már 8-10 éves korban elkezdték, az idősebbek ezt szinte lehetetlen átvenni, mert egy egész más mozgásrendszert kíván, aki már más stílusban, más önvédelmi kategóriákban dolgozott, nem tudja átvenni. Garambölgyi mester tanítványai viszont egész jól megtanulták a duo system elemeit, aminek lényege, hogy összeszokott párok mutassák be a gyakorlatokat. Ilyen önvédelmet mutatunk be, amik előre begyakorolt mozdulatok, és hát ez összhangba kell lenni, az a legfontosabb a párunkkal, és nagyon sokat kell együtt gyakorolni, és fontos, hogy nem másokkal, hanem csak ugyanazzal az emberrel gyakoroljuk. Faragó Richárd és Pinta Gergő gyakorlat olyan jól sikerült, hogy aranyérmet ért. Ugyanebben a versenyszámban léptek tatamira a Jászsági Harcművészeti Akadémia legfiatalabb tagjai is. Bakos Laurával voltam, abból kettő meccset játszottunk, és egyet győztünk, egyet megveszítettünk, de a helyezést azt még nem tudom, mert hát nem tudom. Mennyire sikerült ezt begyakorolnotok, hogyan érezted? Ez egy új versenyszám, sokan nem tudják. Hát nehéz volt begyakorolni, de én úgy érzem, hogy jól ment, és sikerült is. Nos, Bálint jól gondolta, hiszen Bakos Laurával ezüstérmesek lettek. A nevaza, vagyis a küzdelmi versenyszám természetesen ismert a karatékák körében, de itt is nagyon kell összpontosítani a versenyzőknek. Itt ugye először állóharcban hát küzdünk, és meg kell dobni a másikat, és aztán kezdődik igazán a földharc, mert ott hát olyan helyzetbe kell kerülni, hogy meg tudjunk csinálni egy folytást vagy egy feszítést. Csillik Áginak nehéz ellenfelekkel kellett megküzdenie, de így is bronzérem lett a jutalma. A versenytársak is remekül szerepeltek, és összességében 5 arany, 10 ezüst és 2 bronzérmet tehettek a vitrínbe. Csapatversenyben pedig a második helyen végeztek. A nagyszerű eredmények tükrében a szövetség elnöke derűllátó volt. Reményeink szerint a ranglista versenyek, illetve magyar bajnokok sorába kvalifikáljuk magunkat a válogatottba, és hamarosan Jászberényi versenyző mehet a világbajnokságra, mint például hagy büszkélkedjek szakszövetség elnökeként, hogy már aranyéremért küzd egy versenyzőnk Athénban a mai napon. Az Orgoványi Tóth Anettnek sikerült az aranyérmet megszereznie Athénban. Remélhetőleg néhány év múlva egy világversenyről Jászberénybe is kerül majd a legfényesebb medálból.